Köszöntöm a nézőket, ez itt a Pannon Televízió híradója. Május 8-a van, Mihály és Géza névnapja. A mai a Vöröskereszt, valamint a Magyar Kézműves Fagylalt napja. 90 éve született David Attenborough, természettudós dokumentumfilmrendező. Most nézzük a legfontosabb híreket egy-egy mondatban. Konfirmálást tartottak Bács-Fekete-hegyen. Új munkahelyeket hirdetett meg a Prosperitáti Alapítvány. Gyilkosság történt Tisza-Szent Miklóson. Befejeződhet a Szent Mihály iskola torna termének építése. Hat év felkészülés után tettek tanúbizonyságot hitükről a Bács-Fekete-hegyi Református Egyház hittanosai. A hitoktatási folyamat zárásaként a fiatalok a konfirmációkor válnak az egyház felnőtt tagjaivá. Az istentiszteleten a hagyományokhoz híven az édesanyákról is megemlékeztek az egybegyűltek. Érkeznek a Bács-Fekete-hegyi Református templomba a konfirmandusok. Idén 29-en válnak az egyház nagykorú tagjaivá. Az ünnepi bevonulás után a fiatalok istentiszteleten vettek részt. Először közös énekkel mutatkoztak be az egyház közösségnek. Ezt a konfirmálók kikérdezése követte, amikor a gyerekek hitbeli ismeretekről és egyháztörténeti fogalmakról tettek tanúbizonyságot. Egy nagy mérföldkövet átléptünk, ez a vallásból, ez olyan, mint egy felelés, amiben a templom társulat tagjai lettünk. A konfirmálás második legfontosabb eleme a fogadalomtétel. Szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemettették. Ezt követően a gyerekeket megáldották. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretete három, ezek közül a legnagyobb a szeretet. A fiatalok izgatottan készültek a konfirmálásra. Volt egy héten, hogy háromszor elmentünk a templomba, és akkor próbáltuk, hogy bevonultunk a templomba, és akkor lejöttünk, és akkor tehát ugyanúgy, mint ahogy most fogunk konfirmálni. Az egyházi értelemben vett felnőtté válásnak köszönhetően a fiatalok részt vehetnek az úrvacsorán. Az egyház közösségben választójogot azonban csak akkor kapnak, amikor betöltötték a 18. életévüket. Ilyenkor fiatal testvéreinket beavatjuk a nagybetűs keresztjén egyházi életbe, tehát amit a szülők keresztelés alkalmával megfogadnak, azt a gyerekek most ilyenkor megvalósítják. Tehát személyes döntésük az Úr Jézus Krisztus mellett egy hosszabb hitoktatási folyamat ez, aminek a záró akkordja tulajdonképpen ez a dolog, és a gyerekeknek a krisztusi útra való ráállása az egyik legfontosabb döntéshozatal az életükben. Az istentisztelet végén a konfirmálók hitük megerősítésének bizonyítékául a Szentírás egy példányát és emléklapot kaptak. Első áldozást tartottak a Szent Teréz Székesegyházban Szabadkán, 9-en vették magukhoz az oltári szentséget az ünnepélyes szentmisén. A gyerekek ezután a bérmálásra készülnek majd. 9 első áldozó vonult a Székesegyház oltára elé. 4 fiú és 5 lány vehette át először az ostját, vagyis az oltári szentséget. A gyerekek nem csak a hittanórákon, hanem otthon is készültek az eseményre. Már nagyon vártam az első áldozást, nagyon készültünk otthon. A felkészülés nem volt hiába való. Pontosan tudják, mikor mit kíván a vallás. Ostját. Jézus testét kapjuk. Minden ételnél kell imádkozni, akkor mindig nem szabad hazudni, nem szabad verekedni, meg a imákat tanított nekünk, meg mostan szombaton is mentünk, el kellett jönni ide a templomba, hogy gyakoroljunk az első áldozásra. Az első áldozása a beavatás szentségei közül a második a sorrendben. Ezzel járulnak az Eucharisztiához. Az Eucharisztiához, ami Jézus Krisztus teste és vére, és ezt a szentséget készülnek magukhoz venni a gyerekek, és így végső sorban magukhoz
ölelik Jézus Krisztust, tehát egy egységesebb, egy közeli találkozásra kerül majd sor így a gyerekek számára. A katolikus egyház 7 szentséget nevez meg. Mindegyiknek megvan a saját jelentése, amelyeket ismernie kell mindenkinek, aki részesülni szeretne benne. A szentségek igyekeznek az embereket összekapcsolni Jézussal és az egyházzal is. Aki egyházi házasságkötést szeretne, annak a keresztelkedés, az első áldozás és a bérmálkozás is szükséges. Az első áldozást a bérmálkozás szentsége követi majd, amely szintén nagy lelki felkészültséget követel. Amennyiben valaki most nem végezte el az első áldozás szentségét, a későbbi ebben még megteheti, így lehet bérmálkozó is. Új munkahelyeket hirdetett meg a Prosperitáti Alapítvány, pénzügyi szakmunkatársat, adminisztrátort és szakmai koordinátort vennének fel meghatározatlan időre teljes munkaidővel. Feltétel a 6. vagy a 7. fokozatú közgazdasági vagy agrármérnöki végzettség, a magyar és a szerb nyelv felsőfokú, valamint az angol nyelv alapfokú ismerete, helyismeret, közigazgatás, civil és vállalkozó szféra területén, továbbá a számítógépes felhasználói programok ismerete. Előnyt jelent a gyakorlat hazai és nemzetközi pályázatok és projektek írásában, vezetésében vagy elszámolásában. A jelentkezéshez mellékelni kell egy fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot, a szerb és magyar állampolgársági bizonylatot, a szakmai végzettségről szóló bizonyítványt és egy motivációs levelet. A pályázatokat május 22-ig, azaz vasárnap éjfélig lehet benyújtani kizárólag a www.prosperitati.rs honlapon elérhető online felületen. A Nemzetközi Valuta Alap továbbra is 1,8%-os gazdasági növekedést jelez előre Szerbiának, jövőre viszont 2,3%-ost. A nemrég közzétett regionális jelentés szerint a költségvetési hiány 0,1%-kal csökken 2016-ban, jövőre pedig újabb 0,9%-kal. A közadóság 2014-ben a társadalmi össztermék 72%-át tette ki, idén pedig megközelíti a 79%-ot. 2017-ben várhatóan 1%-kal csökken. Az Európai Bizottság erre az évre 2%-os gazdasági növekedést jelzett Szerbiában. Elvetette ma a rendkívüli parlamenti választás összesített eredményeivel kapcsolatban emelt kifogásokat a Köztársasági Választási Bizottság. A testület nem tartotta megalapozottnak a hozzá eljuttatott kifogásokat. A bizottság elnöke Deján Gyurgyevics elmondta, az összesített eredmények most már véglegesnek tekinthetők. Hamarosan összehívják azt az ülést, amelyen kiosztják a parlamenti képviselők mandátumát. Jelentős változások lesznek az új kormányban, nyilatkozta Alekszandar Vučić. Szerbia miniszterelnöke elmondta, legalább 6 új minisztert választanak. A kormányfő kifejtette, a kabinet néhány tagja tárcavezetői pozícióban marad, de a miniszterek többségét leváltják jelenlegi posztjukról. Alekszandar Vučić hangsúlyozta, az új államvezetés legfontosabb feladatai között szerepel majd a Nemzetközi Valuta Alappal kötött szerződésben vállaltak teljesítése, az eurointegrációs tárgyalások folytatása, illetve a Bóribánya és Öntöde, valamint a szmederevói acélművek működésének a stabilizálása. Alekszandar Vučićnak, a szerb haladó párt elnökének nehéz lenne meggyőznie párttársait a szocialistákkal való együttműködésről, mondta Nebojša Stefanović. A haladók alelnöke úgy fogalmazott, Ivica Dačić, a szerbiai szocialista párt vezetője, és Branko Ružić, a szocialisták alelnöke gyakran sértegette a haladókat. Korábban is nehéz volt velük a közös munka. A szerb haladó párt közgyűlését május 28-án tartják. A Nemre épülő párbeszéd címmel adott ki közleményt a Vajdasági Magyar Szövetség ifjúsági fórumának elnöksége. Kiemelik, hogy Vajdaság magyar lakta településeit a kampánycsend előtti napokban ellepték azok a keskeny csíkban bárhová felragasztható plakátok, amelyeken egyetlen mondat állt: nem a VMS. Úgy fogalmaznak, a két embetű tipográfiája a magyar mozgalmat hozta ki a mondatból, üzenetként, ami nem a párbeszédet kívánó választási üzenet volt, hanem minden
mindennek az ellenkezője. A Magyar Mozgalom egy korábbi közleményében bírálta Magyarország nemzetpolitikáért felelős államtitkárát, amiért a szerbiai választások elemzésekor azt mondta, hogy Vajdaságban a másik oldalon megjelenő politikai képződmények tipikusan liberális, baloldali formációk, és ezeket nemzetellenesnek tartják. A Vajdasági Magyar Szövetség Ifjúsági Fórumának elnöksége úgy fogalmaz, hogy túllőttek a célon a mozgalmárok, amikor közleményükben bocsánatkérésre szólították fel Potápi Árpád János magyar nemzetpolitikáért felelős államtitkárt. A jaszenováci koncentrációs tábor és a Donyagradinai vesztőhely áldozataira emlékeztek ma Donyagradinánál. Tomislav Nikolić szerb államfő a boszniai szerb köztársaságban tartott eseményen azt mondta, az, hogy évtizedek teltek el a szörnyű népirtás óta, nem akarra, hogy a világban elhallgassák ezt a tényt. Hangsúlyozta, emberi és keresztény erény a megbocsátás, de szent kötelesség az emlékezés is. Nikolić azt nyilatkozta, hogy a mai Horvátországtól nem azt kérik, hogy szeresse Szerbiát, ha erre nem képes, hanem csak azt, hogy viszonozza a barátságot, amit felkínáltak neki. A jaszenováci koncentrációs táborban szerbeket, romákat, zsidókat és horvátokat gyilkoltak meg. A tábort a horvát Ustasa mozgalom hozta létre. 1941 és 1945 között működött. To što su prošle decenije od stravičnog ratnog zločina genocida nije razlog zašto u svetu ćute i gledaju da se što manje pominje. Razlog je možda što su pobijeni Srbi, a ubice su bili Hrvati. Nama danas udaraju žig zlikovca, a zlikovcima stavljaju oreol žrtve. Több európai vezető is megemlékezett a II. Világháborúban a náci Németország felett aratott győzelem 71. évfordulójáról. François Hollande francia elnök szerint Európát a széthullás fenyegeti, nem a napjainkban dúló háborúk miatt, hanem mert elfelejti, mi igazolta létrehozását. A francia államfő hangsúlyozta, az új generációknak tudatában kell lenniük annak, hogy mi történt a múltban, és annak is, hogy ez megismétlődhet. A politikus ma Párizsban a Diadalívnél elnök a kormány többi tagjának és más politikusoknak tartott hagyományos ünnepi megemlékezésen. Ez volt olyan 5 éves mandátumának utolsó ilyen győzelemnapi elnöklése, hiszen 2017 tavaszán elnökválasztás lesz Franciaországban. Ausztriában is megemlékeztek a náci Németország kapitulációjának 71. évfordulójáról. Az osztrák szövetségi kancellár azt mondta, május 8-át, azaz a II. Világháború végét Európában sohasem szabad elfelejteni. Megfékezhetetlen az egy hete tomboló kanadai tűzvész, a készenléti egységeknek eddig nem sikerült útját állni a lángoknak az Albertában lévő Fort McMurray-nél. A térségben rendkívüli állapotot hirdettek. Azt nem tudni, mi okozta az erdőtüzet, a szárazság, a meleg idő és a szél miatt terjednek tovább a lángok. Az előrejelzések szerint a területen nem várható csapadék. A terepjáróból készült felvételeken is jól látszik, hogy egyre gyorsabban terjed a kanadai Fort McMurray térségben tomboló tűz. Az utakat sűrű füstfelhő borítja. A lánglovagok és a mentőegységek tagjai sietnek a katasztrófa helyszínére. Az albertai kormány szükségállapotot hirdetett a természeti csapás miatt. A hétvégén több mint 1100 tűzoltót, 138 gépjárművet, 145 helikoptert és 22 tűzoltó repülőgépet vetettek be a 49 helyszínen tomboló tűz eloltására. Eddig mintegy 1600 épület vált a majd 2000 négyzetméteres körzetben pusztító lángok martalékává. A felvételen látható családi házat is percek alatt felemésztette a tűz. Eddig közel 88 ezeren kényszerültek elhagyni otthonukat. A kanadai rendőrség és katonaság egységei együttes erővel végzik az evakuációt. Az illetékesek szerint eddig még nincsenek halálos áldozatai a természeti csapásnak. A szakértők véleménye alapján csak egy kiadós esőzés állíthatja meg a lángokat. A kanadai meteorológiai szolgálat munkatársai 40%-os esélyt látnak arra, hogy a napokban csapadék hulljon a problémás területeken. A kanadai erdőtüzek kialakulásában nagy szerepet játszott az évszakhoz képest szokatlanul nagy meleg és szárazság, valamint a lángokat tápláló erős szél.
Tornádó csapott le az Egyesült Államok beli Coloradoban, Yuma megyében. A forgószél esővel, jégesővel érkezett, és percek alatt letarolta a környéket. Az eddigi hírek szerint legalább 5 megsérültek a természeti csapásban. A forgószél szinte mindent elsöpört, ami az útjába került. Gyilkosság történt Tisza-Szentmiklóson. A falu határában egy férfi holttestére bukkantak az elmúlt éjszaka. A rendőrség megállapította, hogy az áldozat a szabadkai illetőségű 41 éves Kurina Róbert bűncselekmény áldozata lett. A gyilkosság elkövetésének gyanújával a rendőrség őrizetbe vette az áldozat élettársát, a 34 éves MME-t, valamint az asszony előző házasságából származó fiát, az éppen csak nagykorúvá vált BB-t. A Blitz értesülése szerint közvetlenül a gyilkosságot megelőzően az elhunyt és a gyanúsítottak veszekedtek a Tisza-Szentmiklósi háznál. Nem hivatalos értesülések szerint a férfi halálát tompa tárggyal, feltehetően téglával a fejére mért ütések okozták. 25%-kal kevesebb fegyveres gyilkosság történt Szerbiában a 2015-ös évben, mint egy évvel korábban, áll a belügyminisztérium közleményében. Tavaly előtt 17, tavaly pedig 13 személyt öltek meg ilyen módon. A hatóságok szerint ehhez nagyban hozzájárultak a Szerbia szerte tartott házkutatások, amelyek során rengeteg fegyvert foglaltak le. A rendőrség állítja, az is pozitív változás, hogy 2015-ben egy kiskorú sem követett el fegyveres gyilkosságot az országban. Továbbra is nagy erőkkel keresik a hatóságok a kajakozás közben eltűnt lányt, eddig ugyanis még nem akadtak a nyomára. A 15 éves lány a Duna újvidéki szakaszán tűnt el szombaton edzés közben. A feltételezések szerint egy uszájnak ütközhetett. A Danubius Evezős Klub elnöke elmondta, az eltűnt lány tapasztalt kajakozónak számít, számos versenyen jól szerepelt már. Ismét tömegesen sátoroznak a migránsok a szerb-magyar határ közelében. A legtöbben már hetek óta táboroznak a horgosi átlépőnél található zöld területen. Ételt és innivalót a segélyszervezetek munkatársaitól kapnak. Mindenki arra vár, hogy Magyarországra engedjék őket. Kiégett konténer, hamu, szemétrakás. Egyre több illegális bevándorló táborozik a szerb és a magyar határ között. Van, aki pokrócokból tákolt sátorban éjszakázik. Ahogy az mögöttem is látható, még mindig kitartóak azok az illegális bevándorlók, akik a horgos-röszke határszakasz közötti területen sátoroznak. Többen már megpróbáltak átszökni Magyarországra, de minden egyes alkalommal a határőrök megállították őket, és visszaszállították őket erre a területre. Az ebédjüket fogyasztották a migránsok vasárnap délután, amikor a stábunk a helyszínre élt. A bevándorlók forró parázson melegítették a segélyszervezetek munkatársaitól kapott konzerveket. Mohamed Rahim barátaival azt mondja, hogy csak a családosokat fogadják be Magyarország területére. Az egyedülállókat nem engedik tovább. Vannak, akik már hetek óta a két átlépő között vesztegelnek. Singles or cannot go in there, and it is the problem. The single or 50 days that they are in here, and they say to we want to go, and the police say don't come. If the family don't hand, you cannot go enter. A legtöbb migráns a regisztrációtól sem riad vissza annak érdekében, hogy az Európai Unió területére engedjék. Egy férfi azt magyarázta, hogy akik itt sátoroznak, hátsó szándék nélkül érkeztek. We are come here for our future, for our baby future, not for terrorist. We no have terrorist mind. We are people. If we are terrorists, we fight with this army and police. Most is akad olyan migráns, aki megpróbál Magyarországra szökni. A drótakadály, a fizikai határzár és a magyar hatóságok azonban minden alkalommal a menekültek útját állják. Rendbontás történt a Békéscsabai menekültügyi őrzött befogadó központban. 5 iráni állampolgárt gyanúsítottként hallgattak ki a nyomozók, közölte a magyar rendőrség vasárnap reggel a honlapján. A Békés megyei rendőrfőkapitányság közleménye szerint szombat éjszaka 12:30-kor az egyik körletben 5 iráni állampolgár hangoskodott, a szoba berendezését megrongálta, a helyiség üvegablakát kitörte. A rendbontók az emiatt velük szemben intézkedő biztonsági őrségre támadtak, székeket dobáltak
fordultak feléjük, az őrök nem sérültek meg. A befogadó központban még éjfél előtt helyreállították a rendet. A Békés Csabai rendőrfőkapitányság garázdaság büntett, megalapozott gyanúja miatt rendelt el nyomozást. A híradó folytatásában. Birkanyíró és birkapörkölt főzőversenyt tartottak Zentán. Észak-bánáti néptánc találkozót tartottak Törökkanizsán. Szentmihályon 2012-ben kezdődött az iskolatorna termének az építése, befejezésének a határideje 3 hónap volt. Azóta többször szóba került a 30 millió dináros beruházás átadásának a lehetséges dátuma, de mindmáig nem került rá sor. A 900 lakosú bánáti Szent Mihályon 1979-ben épült fel az új iskola. Azóta várják a tornatermet. Jó időben az intézmény sportpályáján tartják a tornaórákat, télen a tantermekben vagy az iskola előcsarnokában tornáznak a gyerekek. Várjuk már ezt a szép tornatermet, hogy kész legyen, hogy bejussunk. Ebben a 21. században már szégyen, hogy a gyerekek az osztályban tornáznak, meg minden óra előtt a padokat húzgáljuk, meg franclis szivacsokon, hogy feküdjenek. A tartományi és önkormányzati támogatásból épülő tornatermet nem csak a 80 diák, hanem a falu sportolói is várják. Az asztali tenész a vajdasági ligába őszti fog versenyezni, tehát azoknak lesz a legjobb, mert tehát nagyobb a föltételük, hogy itten meccseket szervezzenek, meg bírjanak edzeni. És a futball, ami az MSK, tehát téli fölkészülésére biztos, hogy ki fogják használni. A munkálatok megszakításokkal folytak, mert a kivitelező vállalat időközben csődbe jutott. Úgy tűnik, hogy sikerült megoldást találni a nem várt helyzetre. Fizikulturna szála u Mihajlovoj ušlo u završnu fazu radova. Sada je završena javna nabavka za te radove, izvođači su na terenu i rade se neki dodatni radovi za koje se ukazala potreba. Tako da od septembra se očekuje da deca mogu da koriste tu salu. Nagybecskerek nagymúltú iskolája a Messinger, a mai Szonya Marinković általános iskola, amelynek udvarában állt az első tornaterem a városban, amelyet 2003-ban az iskola fennállásának 100. évfordulóján bontották le. Azóta nem készült el az új tornaterem építésének a terv dokumentációja sem. A kétnyelvű iskolának a Szent Mihályi és a Lukácsfalvi tagozatok nélkül 150 diákja van. Birkanyíró és birkapörkölt főzőverseny tartottak Zentán, sok érdeklődőt vonzott az esemény, a szervezők változatos szórakoztató és a legkisebbeknek pedig érdekes gyermekprogramokat biztosítottak. A hagyományos birkanyírásban 22-en versenyeztek. Az első körben egy pecesori fiatalember bizonyult leggyorsabbnak. Bicskei Mátyás nem régóta versenyez, de nagy tapasztalattal rendelkezik. Verseny volt Hodicson, ott is első helyezetet értem el mostan itten. Tavaly voltam én először itten, még máshol is tavaly kezdtem én ezt a tavaly. A vásár területén, amerre a szem ellátott, főzték a birkapörkölteket, készültek a finom falatok. A múzsiaiak híres kolbászukat sütögették, és 10 bográccsal beneveztek a pörkölt főzőversenyre is. A hagyományosan készített birkapörkölt a faluban egyfajta kuriózumnak számít. Múzsián lakodalom birkapaprikás nélkül nem múlik el. És ha van mellé disznópaprikás, csirkepaprikás, vagy esetleg marhapörkölt, az oké, okay, az rendben van, de birkapaprikás nélkül lakodalom múzsján nincsen. A nagymúltú zentai rendezvény véglegesen beírta magát a határainkon túl is ismert gasztronómiai események sorába. Azt mondhatom mindenre, hogy a tömegről látszik, még a rendezvény résztvevőiről, hogy ez a rendezvény most már odaért egy nagy szintre, ahol én úgy érzem, folytatni kellene tovább ezt. A rendezvényen tenyészállatokat is bemutattak, a gyerekek őshonos háziállatokkal ismerkedhettek meg, a kirakodóvásár pedig gazdag kínálattal várta a látogatókat. Törökkanizsán szombaton délután tartották meg az Észak-bánáti néptánc találkozót. A főtéren felállított színpadon 18 magyarországi, romániai és környékbeli néptánc együttes mutatkozott be.
Idén is sokan voltak kíváncsiak a magyar, szerb, bunyevác, szlovák, román, ruszin és roma néptáncokat felvonultató rendezvényre. A magyar ittabéi csavargók néptánc csoport először vett részt a török konizsai találkozón. A Buzavirág Hagyományápolók Egyesületén belül működik. Jelenleg körülbelül 20 tagot számlál a néptánc csoport, és hát így próbálunk működni, új koreográfiákat tanulni, készülünk a Gyöngyösbokrétára jelenleg. Először lépett fel az Észak-Bánáti Néptánc találkozón a magyarországi Kunszállásról érkezett néptánc csoport is. A Csűrcsavaró Néptánc Együttesnek idősebb tagjai vannak, akik csak nemrég kezdtek el táncolni. Gyermekeink már régóta táncolnak, és onnan eredt ez az ötlet, hogy mi is, hogyha elmegyünk egy bálba, akkor ne csak üljünk, hanem mi is föl tudjunk kelni és táncoljunk néptáncot. Ezzel a hagyományunkat is őrizve. Az Észak-Bánáti Néptánc Találkozó a Magyar Nemzeti Tanács kiemelt jelentőségű rendezvénye. Az eseményt az MNT elnöke nyitotta meg. Hajnal Jenő elmondta, szerint a néptánc találkozót a Tisza Gyöngye Művelődési Egyesület példaértékű odaadása hozhatta csak létre. Kihívásokkal szemben is úgy tudják magyarságukat vállalni, hogy nem bezárkóznak, nem úgy próbálnak óvni, védeni értéket, hagyományt, örökséget, hanem úgy, hogy nyitottakká válnak, de ugyanakkor tudják, hogy mi az övéké, mi a másé, és a kettő együtt nagyon szép, és nem vegyíteni, hanem egymás mellé kell rakni ezeket az értékeket. Én azt hiszem, hogy ez a találkozó erről szól. A rendezvény számos kísérőprogram gazdagította. Finom falatok és kirakodó vásár is várta az érdeklődőket. Kellemes napos idő zárta ezt a hetet. Az elkövetkezőkben a hőmérséklet valószínűleg 20 fok körül marad, de sok helyen csapadékra lehet majd számítani. Kevés volt a járókelő Szabadka központjában a hét utolsó napján. Sokakat félrevezetett a változékony vasárnapi időjárás. A napsütést néha szemerkélő eső váltotta fel, amely csak néhány percig tartott. Hallgatjuk a szökőkútnak a csobogását, és ez olyan jó eső érzés. Tegnap kertészkedtünk, ma úgy gondoltuk, hogy nem fog esni az eső, úgyhogy egészen a város végéről besétáltunk a városközpontba, és itt elkapott bennünket az eső, úgyhogy ez a mai nap nem volt sikeres. Én otthon voltam tegnap, most viszont ebédelni voltunk, és szerencsére nem esett annyira azért az eső, hogy ez akadályozza. Vasárnap délután már megjelentek az esőfelhők. A jövő hét folyamán továbbra is kéznél kell tartanunk az esernyőket. A hét közepére helyenként már megjelenhet az eső. A csapadékos időjárással viszont várhatóan nem csökken majd a hőmérséklet. A hőmérő higanyszála előreláthatólag 22-24 fok körül mozog majd a hétvégéig. Éjszakánként valószínűleg 9-10 fokot mérhetünk majd. Ma van a Magyar Kézműves Fagylalt napja. Ennek örömére az ország 484 cukrászdájában lehet féláron fagyizni. A mai bevételt jótékony célokra ajánlják fel, vagy olyan személyeket látnak vendégül, akik nem engedhetik meg maguknak a cukrászdába vagy fagylaltozóba járást. Az eseményt negyedik éve szervezik meg, tavaly 230 vendéglátóhely csatlakozott az akcióhoz. Második mérkőzésén elszenvedte első vereségét a szerbiai 17 éven aluli női labdarúgó válogatott a Fehér Oroszországi Európa-bajnokságon. A lányok a házigazdák feletti győzelmet követően ezúttal minimális, 1-0-ás vereséget szenvedtek Norvégiától. A találkozó egyetlen találata az 54. percben született Manum révén. A csoport másik mérkőzésén Anglia valóságos gólzáport rendezett, hiszen 12-0-ra leiskolázta Fehér Oroszországot. A szerbiai együttes kedden az angolok elleni mérkőzéssel zárja a csoportkört. Eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. Konfirmálást tartottak Bács-Feketehegyen. Új munkahelyeket hirdetett meg a Prosperitáti Alapítvány. Gyilkosság történt Tisza-Szent Miklóson. Befejeződhet a Szent Mihály iskola torna termének építése.
A híradó végén köszönjük figyelmüket, most következik a kincses ládánk. A műsorban Rábéra és Majdányra látogatunk. A Pannorádió a kívánság műsorral várja a hallgatókat. Ha még több hírre kíváncsiak, látogassanak el honlapunkra, pannonrtv.com-ra, ahol bejátszásainkat, műsorainkat is visszanézhetik. Maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!